Teljesen új ingatlant épített Ongaváros önkormányzata, ezzel is segítve a helyi szülők munkába állását. A két csoporttal működő 24 férőhelyes intézménybe 20 hetes kortól 3 éves korig járhatnak a gyermekek. Bár a bölcsi már augusztusban megnyitotta a kapuit, a beszoktatási időszak miatt most volt lehetőség, hogy ünnepélyesen is átadják. Az eseményen Ongaváros alpolgármestere és a választókerület országgyűlési képviselője is megosztotta ünnepi gondolatait a jelenlévő szülőkkel és gyermekekkel, akik számára egy zenés foglalkoztatóval is kedveskedtek a nevelők. Teljesen új épület, a kettes számú óvoda udvarán, egy játszó tér helyén épült meg, az óvoda udvar egy részén. Ez kompenzálandó, a Ongaiak által ismert Vermek nevezetű területen hoztunk létre egy új játszóteret. Tehát ez egy teljesen új épület. A szülői igény olyan erőteljes volt, hogy 2020-ban az önkormányzat testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be, és ezt a pályázatot sikeresen végrehajtottuk. Város első ugye bölcsödéje, amelynek bekerülési költsége 153.157.300 forint volt, és ez a pályázati összegből kijött. A Révisz Kft. Építette 24 férőhelyes, tehát egyszerre 2x12 fős csoportban tudnak itt működni a bölcsödében. A Miskolcról kiköltöző és a szárazvölgyből beköltöző, itt építkező családoknak a nagyszülői támogatása nincs jelen, tehát itt, ha mindkét szülő dolgozik, akkor szükséges, hogy napközben a kisgyermek bölcsödében, illetve óvodában tudja a szülő elhelyezni. Egyrészt ugye itt a bölcsisek, ovisok egy kis műsorral készültek, hát ez tényleg szívet melengető, és az, hogy itt a semmiből egy ilyen gyönyörű épület elkészült, ugye én egy évvel ezelőtt jártam itt, és ahhoz képest most itt van egy ilyen csodálatos épület, szerintem hatalmas dolog a település életében. Ugye 24 főről beszélünk, eddig csak egy mini csoport volt, egy 7 fős mini bölcsöde volt itt Ongán, úgyhogy azt látom, hogy nagyon örülnek a szülők is, a település is, és hát látszik, hogy van utánpótlás, nyilván ahol gyerek van egy településen, az mindenképp egy nagyon pozitív üzenet mindenki számára, úgyhogy én nagyon örülök, hogy most egy picit így megismertem az ongai bölcsis közösséget, és hát annak is örülök, hogy jelképesen nem sokára egy fát fogunk ültetni, ezzel is itt a fásítás keretében azt szeretnénk mutatni, hogy mennyire fontos, hogy ez a közösség a környezetével is foglalkozik. Volt egy 7 csoportos mini bölcsödénk, és mivel ott láttuk, hogy a túljelentkezés az elég nagyfokú, ezért próbáltak egy ilyen nagyobb intézményt megpályázni, és ez már egy intézményegységből áll, amely 2 csoportos és 24 gyermek befogadására alkalmas. Augusztus végén lett működési engedélyünk, és szeptember 1-től fogadjuk az apróságokat, és hát fokozatosan, ugye először a régi bölcsödések közül, akik maradtak itt a bölcsödében, nem mentek még óvodába, 2 kisgyermek volt ilyen, ők továbbra is itt maradtak, és az újak közül pedig fokozatosan szoktattuk be őket, és ilyen 2 hetes beszoktatási rendszerrel általában, és akkor mindig 4-4 kisgyermek, 4 kisgyermek nevelőnk van, és mindegyik kisgyermek nevelőhöz mindig 1-1 gyermek csatlakozik, és jelenleg már 14 gyermekünk van. Tulajdonképpen minden éven, aki betölti a 3 évet, és semmilyen egyéb problémája nincs, mondjuk nem esen is,
és nem egyéb fogyatékossággal rendelkezik, akkor elmennek óvodába, és általában most tulajdonképpen a életkoruk úgy adódik, hogy nagy részük 24-től 30 hónapos korig, három gyermekünk van, aki 20 hetes kor alatt van. A bölcsődében nincs beiratkozási időszak, itt folyamatos a jelentkezés, tulajdonképpen ha egy kisgyermek átmegy az óvodába, akkor a következő jöhet a helyére ide a bölcsődébe.